ember a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek Atyán, onnan jönnek ítélni, értékek és holtakat. Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét. Fájja Jézus! Drági Jelenici, Boszki, Mohácsani, Evo, ime hrvatske samoprave Grada Mohača, sve vas najtoplije pozdravljam. Stigli smo do kraja godine, do naše potrebe, svećaju se na hrvatskom jeziku. Da svima nama uljepšamo taj predzadnji dan u ovoj staroj godini, evo, pozvali smo vam godinu goste, Slavonsko tamburaško društvo Palekura i Gosti Sosnika. Nekoliko riječi o našim gostima. Paje Kolarić, rođen u Osijeku, bio je začetnik hrvatske tamburaške glazbe, pjevač, svirač, skladatelj i tekstopisac. U spomen tog velikog glazbenika i domoljuba, njegovo ime nosi Slavonsko tamburaško društvo, osnivan 1954. godine. U ovom dugogodišnjem radu društvo je odvojilo više od 2000 glazbenika. Danas u društvu djeluju tamburaška škola, mali orkestar, mješoviti pjevački zbor i tamburaški orkestar Slavonsko tamburaško društvo Paje Kolarića. Sad ćemo čuti od osječkog skladatelja Julije Čitoša skladbu Dijete ste me usenovilo. Veselje ti namješujem, Kirije Lekson, slava Bogu na visini, o Betleme grade slavni. Vjerujem u Boga, veselite se svi kršćani, o pasti liču do novo, nebesko djetešte, tiha noć, sveta noć. Svijetu se porodi, Dijete ste nam se rodilo, radujte se nami. Dičetaši, pista pjana liru, vendige in pohačio. Mi da ti pa hoda pohačio na informaciju, da mi da se ne tako kratko sam tu. Ali je kje smo zi vijekirat, ima ti to nas utošu horvatne u sred mišin, ova je ugodno od tuk kuća svi sredi, to će vendige da ti mu gleda utošu s njih okolima. Ez je most alkalmunk lesz meghallgatni a szlavónői tamburaénekes Páju Kolaricsot, akik eszékről jöttek hozzánk, és eszék kompozitor Júlie Miposnak a miséjét fogják tulajdonképpen elénekelni és elzenélni a tanulmányt. Azt gondolom, hogy ez egy szép este lesz, amit így együtt töltünk. Mindenkinek azt kívánom, hogy örüljön az együttműnek, és talán akkor előérve így zárjuk ezt az új évet. Köszönöm szépen!
popjevali i svirali na ovoj našoj svetoj misi, kada čestimo svetu, častimo svetu obitelj, jer ova je misa Vigilija sutrašnjeg blagdana. Drago nam je što ste došli nama i nadam se da i vi ćete se dobro osjećati među nama. A isto pozdravljam i vjernike koji su se skupili na ovo misno slavlje da vas čuju i vide. Više nas ima nego smo bili na Božić. Biti će liturgija riječi na dvojezičnom, jer ima među nama i Mađari koji su isto došli da i oni uživaju naše božićne pjesme i zato neki oni razume riječ Božju, zato biti će i malo Mađarski. Kada što ću reći u sada da prosim prvom sesi i kuru što ti je pred mojim potvonom pojdi je za nas srpiši, inače je nam zemlji je nam omikor o sen čolabra, emlijte su ti se o kurno pri vigili o više mojim. Örülök annak, hogy eljöttek hozzánk, és remélem, hogy ők is jól érzik majd magukat nálunk. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akik eljöttek erre a szentmisére, és nagy örömömre szolgál, hiszen többen vagyunk, mint karácsonykor voltunk. Az ige liturgiája két nyelven lesz, hogy a magyar testvérek is értsék az Isten szavát. Na Božić vraćali na vijestili pastirima veliku radost, Božić je postao blagdanom radosti, kao ćemo čuti danas posljednju pjesmu, radite se narodi kad čujete glas da se Isus porodi u blaženi čas. Božić je i blagdan radosti, javljam vam veliku radost koja će biti svem narodu, reće anđel pastirima. Božić je i blagdan mira, mi ljudima na zemlji. Rešešire, az angyalok megkérdették a pásztoroknak a nagy örömhír, hogy az Isten fia emberré lett. Ahogy halljuk majd a legvégén a korvát énekben, hogy örüljetek népek, amikor meghalljátok azt, hogy Jézus megszületett a boldog pillanatban. Ezért karácsony az örök ünnepet is. Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek, mondja az angyal a pásztoroknak. De karácsony a béke ünnepe is. Béke minden jó akaratú embernek a földön. Ezt a szentmisét Virág János, Neje Mária, Kücse János, szüleikért és testvéreikért ajánlom fel. Das mog mirus Bogom, hiszen jelünk drugima, zato priznajmo svoje greje i krivice, vizgajuk me gledati ištenacim kretu i veki, da gledam ištena viš, imaš to, viš makutne i menike. Ispovjedam se Bogu svemu učenu i vama našto, da sad vješi prvodnogo, miši u riječi u vjerom i prosto, moj vjer, moj vjer, Thank you.
Tam,
Szent Leckem, Szent Márkusnak a poroszínű tekintetelét. Testvéreim, mint Istennek szent és kedves választottai, költségetek magatokra az irgalmasságot, a jóságot és a szerénységet, valamint a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek van a szavar a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogy az Úr megbocsátott nektek. Legfőképp pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptak a megkívást az egyes közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Tanítsátok és vigyétek egymás terve bölcsességgel. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket. Bármit mondókat tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyétek. Így adjátok hálát, hálát az Atya Istennek. Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy én igazdag van. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák. És gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr előtt. Apák, ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Jézus Jeruzsálemben, hogy bemutassák az Úrnak.
miután az Úr törvények szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukban, Galilei Názáretbe, a gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és az Isten kedvét lelte benne. Protect
pochopím nedávna nedal sa jeden krátky film ruských autora. U filmu sú majte dečak po 4-5 godina, mama nešto rádi na kompjutoru a dete se monta oko nje, pa je molí, da se dojde igrati s njim. No majka ga obija govoreći da nema vremena, neka se igra sam. Dječko nacrta majku i sebe kako se drže za ruku, a u majčinoj ruci cvijet. Radosno pokazuje i daje crtež majci, no ona ga i ne pogleda, nego zgužva i baci u koš za smeće i istere se na njega, neka je ostavi na miru, ja radi i nastavi pritiskati tipke na klavijaturi. Prođe 25 godina, 50-godišnja majka nazove 30-godišnjeg sina, no on joj odgovori da nema vremena razgovarati. Nakon onog 25 godina svjedokosa starica nazove sina na mobitelu, ali se na poziv nitko ne javlja. Sjeti se majka kutijice koje je čuvala stvari iz djetinjstva svoga sina, pronađe fotografije, a dođe joj do ruke izgužvani papirić i na njemu crtež koji još nije vidla. I zamisli se i shvati da je nešto progriješila, nije dala sinu ni vremena, ni ljubavi, i to je sada, i to joj se sada vraća. Zemlju vidio ga vrlo među Kišfilme, nekad i poroz Kišfilme, i nije vidio već i u djerne, on ju kao je mala čerta partijer, oki i loko pod mnogom uglom to škodi, što Kišfil kjeje da sideš on njako, joj joj njaco vrlo, svoju pa evo došite, mondva, ja zavite. Majd a kisfiú rajzol egy szép rajzot, anyukáját rajzolta le, hogy fogja a kezébe pedig egy virággal. Örömmel átadja az anyjának, aki meg sem nézi, hanem összegyűri és átadja a rajzot, s ráfölmet, megmondtam, hogy ne szabadj, mert dolgozom, és nyomja tovább a billentyűzetet. Elteli 25 év, az 51 néhány év körüli édesanyja felhívja a 30 éves fiát telefonon, aki azt válaszolja, nem kér rá vele beszélni. Eltelni újabb 25 év, az édesanyja már idősen ősz hajjal, felhívja a fiát a mobilján, a mobil kicsek, de nem veszi fel senki. Eszébe jut az édesanyjának a kis doboz, ahol őrizte kis emlékeket ki a gyerekkoráról, előkerültek a fényképek, és előkerült az összegyűlt rajz. Az édesanyja hosszasan nézi az összegyűlt, akkor meg sem nézett rajzot, és elmondolgodott, hogy bizony valamit elrontott ki a nevelésében. Időt nem adott neki, szeretetet nem adott neki, és most ugyanaz kapja vissza a fiától. Elszomorító, de hány és hány ilyen van, ahol a szülők csak rohannak, és nem foglalkoznak se a gyermekekkel, eleget sem egymással, mert nincs idő, minden más pontosabb, és ez kezdi ki a család egységét. Zájszájé, zsálosznó, politikai imád tánkvi szituáciá, kada roditei júre törcse, a ne za nímaj se, ni za djecu, niti mare jedno za drugo, je vremena, je najmanje, sve je važnije, a i to šteti obiteljskom jedinstvu. Ali jedinstvo obitelji treba jako čuvati. Nema života bez nesporazuma, bez konflikata, ali nikad nije slobodno pomisliti na razvod. Ne treba ići pred sudca, nego kleknuti u ispovjedovnicu, moliti Boži oprost i snagu za ponovni početak. Od čela teče i kapitanje,
de soha nem szabad vállásra gondolni. Nem a vállóbíró elé kell állni, hanem be kell térteni a gyóntató székbe, és kérni kell Isten bűnbocsánatát és az erőt az újrakezdéshez. Nagyon fontos, hogy a házaspárok tudjanak egymással mindig újrakezdeni. Danaskanám jedeje pokazuje primer kakva treba biti obitelj. Žalosno je gledati kako se izobličuje vezanost karaca i žene. Prednost se više dobija telesni užitak, istinska ljubav, razumijevanje i svjesno pripadanje bračnom paru ne pada ljudima i na pamet. Čitao sam jedan dobar savjet na Facebooku. Budi jako oprezan kada rasplačeš ženu, jer Bog broji njene suze. Žena je nastala od rebra muškarca, ne od noge, da bude podređena, niti od glave da bude nadređena, nego od rebra da bude ravna njemu, ispod njegova pasma da bude zaštićena, od strane pokraj srca da bude ljubljena, da se ljubav mora pokazati. A mai vasárnap felén állítja, hogy milyennek kellene lenni a családnak. Rossz látni, hogy milyen veszedelmesen torzul a férfi és nő kapcsolata. Kizárólag a testi élvezet a fontos sok esetben, és ebből kifolyólag eszükbe se jut az őszinte szeretet, a megértés és az egymáshoz való tartozás tudata. Egy jó tanácsot olvasta Facebookon, legyen nagyon óvatos, amikor megrikadsz egy nőt, mert az Isten számolja könnyeit. A nő a férfi bordájából származik, nem a lábából, hogy alsóbrendű legyen, nem a fejéből, hogy felsőbrendű legyen, de az oldalából, hogy egyenlő legyen. A karja arról, hogy védve legyen, és a szíve mellől, hogy szeretve legyen. Minket is az akkor Aveti Lezmisányi, egyébként a biszkupa, János a székelye, govorio je o mužu, koji nikad nije bio susretljiv i uslužan prema svojoj ženi. Naprimjer, nikad njoj nije otvorio vrata od auta. Govorio je, ima ruke, neće joj se sobiti ako sama otvori vrata. Ali žena u 50. godini naglo umre, tada zamole na ukopu muža da otvori vrata mrtvačkog auta kako bi izvadili lijes sa ženom. Tada mu je palo na pamet i postalo teško, što nikad ženi nije otvorio vrata. Ovo je bilo prvi i posljednji put. Jako je važno, nije dovoljno brak sklopiti, nego treba i živjeti. Emfelejte nas Széke János püspök úr emlékedését, hogy egy férj szerette a feleségét, de nem emlékezékenykedett vele. Például soha nem nyitotta ki számára a kocsi ajtaját, mondván van neki keze, nem törik le, ha kinyitja magának. A feleség 50 évesen hirtelen meghal. A temetésen megkérték a férjet, hogy nyissa ki a gyászkocsi ajtaját, hogy kiverjék a koporsóban fekvő feleségét. Ekkor eszébe jutott, hogy milyen kár, hogy eddig nem nyitott neki ajtót, hanem ez volt a legelső és egyben a legutolsó ajtókinyitás a felesége számára. Toga se trebaju držati bračni parovi, neka žele postati dobri muževi i dobre supruge, živjeti lijepo u miru i ljubavi skupa sa svojom djecom, to je zalog sretnog obiteljskog života. Erre törekedjenek a házastársak, hogy jó férje, jó felesége akarok lenni házastársamnak, és gyerekeinkkel együtt igyekszünk
békében és szeretetben élni, mert ez a boldog családi élet záloga. Amen. Postušaj naše molitve, potjeraj od nas znovu kuću.
čvrsti našu dobru, oslobodi od svih tjeskoba i očuvaj u svojoj ljubavi i prijateljstvu sa svima ljudima po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Da vas da i svake zahvali.
Christe una magesnia sa nebeskim doprima. Istogas angeli Maria cancelima, is priestoi maligos cosmima, is asmom nebeskom poesco, jestu coe slave, pieva mubes prestanca. Blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom,
važnim apostolima i svim svetima koji su živjeli koji upali da se hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Hristu i Hristom i u Hristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Thank you.
de én azt mondom, hogy Jóisten nem fog megsértődni azon, ha már most az egyéni szereplésüket is megtapsoljuk, hiszen nagyon-nagyon szépen.
Yeah.
Vidimo i nagodinu, živi sami i palanja. Hvala što ste uvijek.